Elindult a téli vásár Enebán, ahol mindegyik promóciós ajánlatból 10% leesik, szóval nagyszerű alkalom ez, hogy valamivel feltankolj a téli szünet estéire. Használd a KD csapat kuponkódot további 300% kedvezményért, link a leírásban. Sziasztok, én Kori vagyok! Sziasztok, én Dave vagyok, és ez a Power Wash Simulator, és hát itt van velem Feri, Feri Hello. Legjobb napja ez, hiszen jöhetett velem mosni, képzelhetitek. Már vártam. Most már mind a kettőnknek megvan a game, és együtt fogunk beleugrani a legújabb pályákba, hiszen nem csak új multiplayer, de új pályák, és új mosó is érkezett a játékba, szóval egy hatalmas ünnep van. Én ehhez nem értek, Dávid, ebbe a de te vagy, jössz, hány tanítalak. Hány már ebből neked? Sok, vagy, sok, jó, ezt mind lemostam, Feriké. Ezt mind lemostam, csak mondom, ez annyira tek volt. De a következő pálya az nem más, mint a Monster Track, ami egy macska. Egy macskás Monster Track. Nekem van sejtés, ami miért macska. Van a városnak egy polgármester, akinek van egy macskája, és mindig eltűnik. Nézzük, hogy mit ír. Oké, szóval keresik folyamatosan a polgármester macskáját, és egy néni látta, ahogyan átszáguldott a mezőn. Aztán megkérdezték, hogy volt-e annak a macskának kereke, és volt, szóval az nem a polgármester macskája, hanem ezt a manszörtekot látta. Viszont egy csoport mérges bányász nem lett kifizetve a polgármester által, ezért betonnal leöntötték a manszörtekot. Jó. Ne kérdezz, hogy miért, de... És betont mi hozza le? Hát ez egy jó kérdés, szerintem a homokfúvó, nem pedig a magas nyomású mosó. Figyelj, én már autóról szedtem le rozsdát magas nyomásúval, innentől kezdve akkor nagy, baj nem, nagy baj nem lehet. És már Zsói dolsz is. Ne haragudjatok, hogy nem Feri a nevem. Így de oldottuk meg. Vivinek kellett Hello. A játék, és opá, ott is volt már izéja. Hogy nyomja, lemosom a fejedet. Az előbb most olyan volt a skinje, mint az enyémnek, most meg már nem, már betöltötte valószínűleg. De én most téged moslak. A te saját szület kezd szépen felé. De nem, de sem még odébb tollak. Hát azért az a nagy mosó, ja, hát kérem szépen. Hát de mondjuk olyan, mint egy kis vízipisztoly. Már nem arra. Hogy mozog a kezem, mert még benne van a bugi, ja, hogy... Ja, forgatod. Rárakom a hosszú fejet, akkor neked is rárakja, gondolom, aki meg ki leveszem, nem? Akkor leveszi... Ja, nekem. Az igen, hogy mozg... Az jót tehet a csuklónak, így másfél órán keresztülre megteti. Jó. Nyom meg az E-t, és neked megvannak a mosók. Nagyon igen. Jó. Valószínűleg akkor ugyanazok a mosók, mint nekem. Ez a legjobb? Az a legjobb. Egyenlőre. De ez narancssárga, az jobban néz ki. Amúgy igen, mindenki azt hiszi, hogy azért az a legjobb, mert jobban néz ki meg, mert az van harmadjára, de nem, nem az a legjobb. Mielőtt még azt kiválasztanád, megvennék egy újabb mosót, ha megtalálom. Ott is van. Nyugodtan. A Bolt New Items Professional Dati Osztorolt. Ti lézerfegyver. Hallod, $5000. Azért azt ki lett számolva, csak mondom. De ezt nekem is megveszi. Szerintem igen, de ha látjuk ott a kis pöttyöket, azért egészen szépen már az olajos foltokat is egészen jól lehozza, a felületi meg hát retteket. Odém nyomja. Már lett is $34, és ez még kiegészítőket kéne venni, az a baj. Meg is jelent? Meg. Nagyon jó. Várj, csak nézzük milyen... Az előbb ez nem nyomott odém. Most már odém nyom? Most már odém. Itt vannak a kiegészítők, van hozzá short extension $300, a pörgős fej 180-ért, mi van még? Long extension $600, a mosós tisztítószeres fej 900, az extra long 1200, Jézusom! Dávid, hadd nézzem. Dolgozni kő. Egy darabig nem lesz végre, akkor kiegészítünk, de az alap kis fejeket tudjuk rajta cserélgetni. Már hozzá ez a kis csávlit. Ja, hogy felálljak rá, és akkor... Az igen, hát rendesen, mint egy ugye? V8-as izé valami. Konkrétan. Nagyon ez a széke mit lett csinálni, Dávid? Hogy tol, nagyon vicces. És tényleg látszik, hogy minél nagyobb fejet rakok föl, minél erősebbet, annál jobban odéptől. Mi ez itt? Nem tudom. Ó, Feri, dolgozzál. Jó napot kívánok. Éjjelten tévét nézni. Ja, jó. Te mondjuk akkor tudsz jönni felülről, én meg mondjuk szar. Alulról. Az nem a... De az, a farka. Ja, a kis farkincája. Ide szartul egy óriás. Azt a rohadt, hogy lehozza. Mi a fos? A sárgával szoktam általában mosni. Hát most itt a hát sárga... Hát ez a fehér, ez milyen? Nézd már, mely ilyen. Mi van, te kész vagy a tetejével? Lassan. Mi a szar? Ez nagyon durva. Na várjál már, ez itt... Ezt itt ilyen lassan kell? Aha, itt rozsdás a kerék. Mert azt... ezt
Csak az a beton? Szerintem igen, mert nem nagyon szedi le. Várjál csak, ha ránézel, ú, neked nincsen bekapcsolva, de ha én ránézek, akkor ott fölül írja konkrét, igen. Ja. Konkrétan ráöntötték a konkrétet, oppa sárga, hogy lekapja. A sárgával kell csinálni, és akkor utána jó lesz. Na, akkor betontalanítsad itt fölül, Feri. Jó. Nekiállok. Jó, mondjuk azt, hogy nem tapadt a beton, azért jön le. Vagy még friss. Vagy még annyira friss, hogy még nem kötött meg igazán. Ablak. Elrontották az elegyet. Egy nagyon durva ennek a hangja. Tényleg, mintha valami benzines lenne. Hogy igen. Nem is áramos. Nagyon küldi. Hú, azért van itt egy felfüggesztés is, nem mondom. Hoppá. Amit egy kicsikét körülményesebb leszedni. Ez itt lent, a zöld, de nagyon, nagyon jól működik. Ha nincsen rozsda, akkor az első osztályú. Aha. Mi a izé? Rendszámtábla. Flum, miau. Aha. Oké. Okay. Ó, ott a feje. De aranyos. Uha. Még egy kicsikét ijesztő a szemem. Jó az. De jó az. Jó az. Te már konkrétan meg vagy mindjárt tetejével. Persze. 34%. Gondolkodtam rajta, hogy vajon így, hogy multiba fogjuk csapatni, vajon lesz-e nehezítés a pályán, hogy mondjuk nehezebben jön le a getva. Aha. De nem. Szerintem az a beton az alapból is így jött volna le róla. Gondolom. Ja, mert eddig még nem dolgoztál betonnal? Nem. Ez az első, hogy betont kellett leszedni, és mindenképpen ez a legújabb, legbrutálisabb anyag. Aha. Valószínűleg így a legújabb mosóhoz kellett valami feladat. És akkor ezt így választották. Így közben ugye mindig kapunk pénzt, amikor egy része kész van, ilyenkor még nem sokat. 7000 dollárunk van. Vagy az... 7000 Akkor neked külön pénztárcád van. What? Menjél csak be az escape-hez, hogy te... Ott van a bolt. Te ott tudsz vásárolni? Várja, ja nem, csak skineket. Vannak? Ó, tényleg jöttek új skinek is? Arra még nézzünk rá. Akkor, ja, akkor ha jól értem, itt mindig a hossznak a mosóit kapod meg. Uh-huh. De egyébként meg lehet venni skineket is. Ó, akkor más lesz a rucin, persze. Várja, tök kesztyű. Jó. Hát de nem is látom a kesztyűmet. Mondjuk most kevés a pénz, most óvatosan kell, de egy zöld ruhát mindenképpen hát vennék magamnak. $50 most mi? Hát a kesztyű, de az... zöld lettél? Hát, várjál, még fel kell venni a rucit, ja. Amúgy van az. Clothing, és akkor itt... Ott van! Nagyon jó. Szép, és melyik legyen. Nézd, látod a kesztyűt? Aha, látom. Kis polipos. Milyen szép. Cukker. Na. És lehet venni skineket. Most már van értelme a skineknek, mert eddig nem nagyon most volt. Most már igen. Azt figyeld, az IBS matricák. Macken hamburgers, meg minden. Ó, ez a vulkán, mert itt van egy vulkán. A régióban is elvileg kitört. Onnan származik egy csomó mosok elméletileg. Oh. Amit fel kellett takarítanunk. Itt komoly sztori van, Feri. Ja, azt nem tudtam. Ez egy nagyon, nagyon komoly sztori alapú játék. Hopp, alá kell feküdni itt az égnek. Rendesen alá tudsz venni? Fellépőnek. Le tudsz fel... Ó, rendesen fekve alá tudok jönni, aha. Hát itt minden zsuvás, te. Ups! Ez mi itt a szarórés? Itt alul. Hát figyelj, ha azt látod, hogy kinyitják. Ups, hát az már más nem lehet. Ja igen, mert a gubinek a belsejét is le kell tisztítani, meg itt belül a na jó, kerék belsejét. Kitörik a nyakam lassan. Hát... És ott az egy nice. Csillag, meg is vagyunk. Feri kéme. Easy. Milyen volt az első bukka? Jó, amúgy annyira tényleg satisfying az egész. Azaz, tök jó, hogy nézni, hogy most kell ezt amúgy szeretem, szóval. És behúz, és hogyha nyomok egy escape-et, akkor a munkánk gyümölcse, Feri. Hogy csapattuk? Te kezdted fölül, én ott körbe a kerekekkel kezdtem, utána bementünk egy kis alvázmosásra, meg ilyenek. Hát így kellett volna a legelső pálya óta, Feri. Úgy lesz speedrunoltok, mint az állat. Igen. Ez nagyon-nagyon szép volt, te voltál kis asszisztens, végig ott ír meg minden. Aha. Nagyon király. És jó, amúgy, jó $450 be... Lehet vele menni. There we go. Kezdődik egy $900 meló. Igen, hát ez volt egy $450 meló, akkor ez most szoroz meg kettőször. Mert ezt valami állványunk, vagy hogy megyünk a tetejére? Szokott lenni állvány, de ezt mindjárt meglátjuk. Létra. Van itt egy karnevál, vagy micsoda, kis mini vidámpark itt a városban. Aha. És múltkor mostam a izét, először
a ringlispi, vagy mi az, az a lovacskás aha. körbe, utána az óriás csúzát mostam, és most meg meghozták az óriás kereket, szóval ezt kell nice. Lemosni. Engedd meg, hogy bemutassam a Transmastert. First Technofest. Technoizét. Nyomjuk majd azért. Azaz, hogy közben begyújtjuk a rakétákat, aztán egyből lemossuk. 10,000 wattos generátorra hajtják. Azt a rohadt, régi időkből ott maradt a garázsba, persze küldjük rá. Meg tudjuk majd forgatni szerintem? Komolyan forogni fog, rendesen? Hát de még én is. Jó, amúgy is forog. Új, trendesen, ezért is meg mindent. Akkor nincs állványunk, és akkor ahogy forog, úgy mosjuk. Legrefitizve, úgy néz ki, de egyébként lehet, hogy van állvány. Ott az állvány. Szóval és onnan kéne lehet. Elérnem, vagy mi? Nem, ezt tudod mozgatni, ahogy csak szeretnéd. Ja. És közel tudod hozzávinni. És hol a techno? Már nyomnám a... Ja, hogy így, aha. Nyomnám a technóra, és itt a nagy piros gomb, ezzel tudjuk leállítani, meg elindítani. Múltkor, amikor ez forgott, akkor tök jó volt, mert csak beálltam egy helyre, nézd. És akkor egy AFK mosás. Hát, igen. Itt hagyod másfél órán keresztül, jó, mondjuk itt most ez annyira nem megérős, mert nem túl gyors. Ja, hogy te már mész föl vele. Én megyek egy akkor... kört vele. Vagy lehet, hogy többet is. Meg lehet. Hát lehet, mert kell neki azért idő. Bőven. Kell. Jó, én itt lent akkor fogadom őket. És mosom őket szépen. Figyelj, megvan a $400, ebből már vajon kijön a izé? A pörgős fej, ezt majd mindjárt meg kell nézni. A pörgős fej, ott a vulkán. Hány kabin van? Már nem tudom, hanyadik, hogy mosom, de ő mindig jönnek. Én még az elsőbe állok. Ha valahol valami gyanús graffitit látsz, akkor... Gyanús graffitit? Ezt meg kell nézni, mert vannak néha ilyen sztori utalások, meg nem is ja. tudom. Hopp, már itt is van a fer, jó van akkor, körbeért a és a még nem végeztem. Hát nem, de nézd már, meg már... Hát legalább a kabinok azok szép tiszták nagyjából. Nice. Várj, gyorsan ránézek erre a forgós fejre. Mennyi is? 180. Ó, easy. Akkor megvettem a turbó fejet hozzá. Nyugodtan. Meg kérlek szépen. Az melyik? Short extension, meg az is nagyon izé drága, $300, de mégis mindjárt megvan. És ez a forgós, ez... Ez a turbó. És akkor ez így nem csak, hogy nullás, de még így forog is, még ez azért forog most ilyen lassan, mert nincsen rajta extension, nincsen hosszabbítás, aha. de majd ha lesz, akkor így nagyon fogja pörgetni. Én is felülök egyre. Nyugodtan ingyen van most. Hehehe, tök menő amúgy. Ott van a kis furgon, azzal érkezünk mindig. Az a kis power wash furgon. Hú, remélem lesz majd izé is, hullámvasút. Aztán miközben megy, sín tudjuk majd róla mosni, az ilyen menő lenne már. Hú, hallod, rendesen beütött a izé a tériszony. Olyan magasan vagyok. Nem vagyok. Odafigyelsz meg ilyenek, és akkor... Ja. Ó, de jó lesz itt a izé deszkák, nézd. Minden ó, oldalán, igen, a kedvencem a deszkás kerítés. Fasz, jó, mondjuk így, na, így egyszerű, így. Majd jó pár napon visszatérő elem volt, hát konkrétan azt tudja az egyik legnagyobb időt elvenni. Az nagyjából négy szögből kell megjátszni, aha. egyszer így, egyszer úgy, aztán igen. ugyanezt a másik oldalról is. És akkor úgy nagyjából megvagy. Ó, ez a legjobb! Havaj! Csak nézed! Én gondolkozol meg itt föl az le! Ezt te meg nyomja! De jó! Na Mizu, hogy áll a beléptető rendszer? Halad. Szép vörös lett ez a szőnyeg, gyere csak egy picit. Innen lőjük meg. Nem viszi el odáig, ide kéne a long extension. Hát a shit. Piros elviszi, de... Igen, hát ezzel nem sokra megyünk. Nem. Két csíkot ja, meg egymás nem is, mellett. Nem mindenhova viszi azért. Ja. Oda már nem. Banyek. Na mindegy azért. De innen jól lehet a kabinoknak az oldalát. Egyébként. Meg a izét, a fémvázat. Te a jobb oldalit, én meg a bal oldalit. Aha. Azaz. ez mi? Agy? Vagy mi csattant ebbe szét? Nem tudom. Valakinek nagyon durván kijött az a reggeli. Atya világ. Új, de undorítóan néz ki. Várjál, mit ír? Grime. Milkshake. Oh. Értem. Ez itt eléggé sok milkshake kérdés, hogy megivás után, vagy megivás vagy előtt. Mert nem mindegy. Vagy is. A szaga egészen más tud lenni. Vagy is. Az meg a másik, igen.
Hopp, $321, szóval én azt mondom, hogy ruházzunk be egy short extension-re. A medium az mennyi lenne? Jó, legyen a short extension, csap föl Feri, mert azzal, azzal azért mégis normálisabban néz ki. Van egy normális kis cső hosszúsága, meg azért sok esetben, ez egy kicsikét messzebbre visz, és egy kicsikét nagyobb is az ereje. Nézzük így milyen a pörgő. Azért pergeti neki rendesen. Na de majd az extra longgal, arra nagyon kíváncsi vagyok. Adjad jó, ott is vagyunk. A $900-os meló, ez azért fincsi volt, mi volt egy óra. Szép volt. És ez a $900 is meló. Képzeld el, akkor milyen volt a $2000-os meló. Jesus. Az finom volt, hát párszor megállítottuk, hogy ne zavarjon ott, amikor a padlót csikáltuk, meg ilyenek, párszor szegény Feri kifagyott, ja, meg a szerver szinkron elment, de meg reloggal igazából meg lehetett oldani, még beta amúgy, szóval azért annyira nem szabad rá halagudni. Nagyon szép lett ez a kis óriás kerék, és nincs is új küldi, hiszen most csak ezt a kettő új küldit kaptuk a játékba, hiszen a multiplayer, hát ez minden játék esetében egy nagyon nagy munka a fejlesztők részére. Szóval így is tök respekt, hogy mellé meg egy új mosót, illetve kettő pályát is tudtak hozni. Ez tök menő. Na jó van, hát ez lett a multiplayer update. Feri, hogyha legközelebb jönnek még mapok, akkor majd meglátjuk, hogy számíthatok-e még a segítségedre. Majd amikor egy ilyen jó nagy vagy kastélyt, vagy valamit kell majd mosni, az lesz szám, az igazán fincsi. Reméljük, hogy nektek jó, is tetszett, amúgy. Srácok, ez a kis multiplayeres dolog. Jövök majd, hogyha új frissítés érkezik a játékhoz, hogyha továbbra is szeretitek ezt a játékot, akkor dobjátok a videóra egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!